Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy varázslatos ifjú hölgy a vendégem, mégpedig egy nagyszerű, remek Gréti, Szente Gréta, az Exatlon 2021 győztese. Örülök, hogy itt vagy velünk, és gratulálok minden Székesfehérvár és minden sportrajongó nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon komoly megmérettetés, és én azt gondolom, hogy a sikerért nagyon sok mindent kell tenni. Erről fogunk beszélgetni, viszont ahhoz, hogy eljussunk Dominikára, az is kell, hogy megismerjünk egy kicsit téged. Egy varázslatos ifjú hölgyről beszélünk, aki természetesen megfelelően sportos alkat. Kezdjük talán azzal, hogy melyik volt az a sport, amit megkedveltél még gyermekként? Elkísérte az életedben az a sportág? Én első osztályos koromban elkezdtem versenytáncolni, és igazából azt csináltam 6 éven keresztül, és az adott nekem olyan alapokat, ami később a tartásomon meglátszott, és azért a külsőmön is. Viszont ezt a sportágat nem éreztem annyira magaménak, de tetszett a kecsesség, az, hogy táncolok, az, hogy nőiesen adom elő magam a sportban. Úgyhogy valami hasonlót kerestem, és ekkor találtam meg a szinkronkorcsolyát, amit szintén 6 évig csináltam utána, és ez volt az a sport, ami szerelem lett. Korán sem véletlen, hogy a szinkronkorcsolyát említett, hiszen nemrégiben olvastam, hogy maga az Egyesület is gratulált, hiszen a szinkronkorcsolya válogatottként is bemutatkozhattál székesfehérvári színekben, ha úgy tetszik, és hát az országos bajnokságokon remek eredményeket értetek el. Ez hogy jött, hogy miért pont a szinkronkori, hiszen az egy tipikusan téli sportág? Igazából, amikor abba hagytam a versenytáncot, akkor nagyon hezitáltam az atlétika és a korcsolyázás között, és édesanyámmal kimentünk a Kori Ligetbe egyik télen, és ott nagyon tetszett az, ahogy siklok a jégen, nem is ment annyira rosszul, és én óvodáskoromban is jártam még ilyen kis korcsolyázgatásra az ovival, és úgy éreztem, hogy adok neki egy próbát, de akkor még igazából nem tudtam, hogy mi is az a szinkron korcsolya, csak tudtam, hogy korcsolyázás. Vagyis hát így tágan tudtam, hogy létezik ilyen, hogy korcsolyázás. Úgyhogy elmentem ide az ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokba, és ott mondták, hogy műkorisnak már sajnos eléggé idős vagyok, mert azt 7 éves korban vagy az alatt kell elkezdeni, úgyhogy próbáljam meg a szinkron korcsolyát, és ezért döntöttem amellett. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy? Hiszen nyilvánvaló, hogy egy bizonyos szintet nem érhet el más, mint aki tehetséges, és mellette ugye a tehetséggel kézenfogva jár a szorgalom. Amikor elkezdtem járni, akkor eléggé gyorsan elkezdtem fejlődni is, és olyan visszajelzéseket kaptam, hogy valóban ez az én sportom, és hogy jól tudok majd benne fejlődni, és el tudok érni egy olyan szintre, hogy később a válogatottba is tudjak korcsolyázni, ami szerencsére sikerült is. Viszont azt tudni kell rólam, hogy rettentően szorgalmas vagyok, és ha valamit a fejembe veszek, akkor azt űzem, ameddig csak tudom, és amíg el nem érem azt a célt. Úgyhogy egy kis tehetség, meg tényleg az a rettentően nagy szorgalom, ami bennem van, szerintem ez vitt el odáig, hogy sikeres lettem ebben a szorgalmat megtapasztalhattuk az Exatlonban is, de erről később. Telek is lettél. Ugye egy olyan nívós, rangos középiskolába jártál, ahol a sport mellett rendkívül fontos volt a tanulás is. Milyen tapasztalataid vannak, hiszen ez nem volt olyan régen, hadd áruljam el a nézőknek, hogy 2018-ban érettségiztél, hát itt 3 esztendeje volt. Hát igazából olyan, mint hogyha egy élettel ezelőtt lett volna ez a 3 év, de amikor kiválasztottam azt, hogy melyik középiskolában fogom folytatni a tanulmányaimat, akkor is az lebegett a szemem előtt, hogy a legjobbba szeretnék menni, és akkor azt tartottam a legjobbnak, ezt a gimnáziumot. Úgyhogy amikor bekerültem, nagyon boldog voltam, és ott is kitűnő tanuló szerettem volna lenni, és a legjobbat kihozni magamból. Viszont a sportban is sikeres szerettem volna lenni, úgyhogy valóban kellett az a szorgalom és az a kitartás, ami bennem van, mert így tudtam elvégezni a gimnáziumot úgy, ahogy szerettem volna, és mellette sportolni is. Ez a kettősség, ez meghatározta az életedet. Ez rendkívüli beosztást is igényel. Kevesen tudják elképzelni, de ha valaki versenyszerűen csinál valamit, tehát sportol, annak beosztással kell élnie, és ráadásul fegyelmezetnek kell lennie. És pontosan ezért kérdezem, hogy mennyit segít abban a közösség, a csapat, a csupa nagybetűs csapat, hogy ez így történjék. Mert közösség van a középiskolában, közösség van a versenysportban,
és ez néha üti egymást, és találkozik. Nagyon sokat segít az, hogyha olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik elfogadják azt, hogy nekem mi a fontos, hogy én mit szeretnék csinálni, és miben szeretnék jó lenni, és el tudják azt fogadni, hogy emiatt lehet, hogy rájuk kevesebb idő jut, gondolok itt a barátaimra, a szeretteimre, az osztálytársaimra, és támogató ember, hogyha ott vannak mögöttem és támogatnak, akkor mindenképpen könnyebb egy ilyen nagyon betáblázott életet élni. Hogy tudtad szinten tartani magad a későbbiekben? Hiszen nyilvánvaló ez már az exatlon közvetlen előzménye, hogy rendkívül fitnek, frissnek, felkészültnek kell lenni. Vegyük a középiskolás esztendők utáni időszakot. Ugye középiskola után mentem fel Pestre egyetemre, és az volt ez az év, amikor a válogatott tagjaként korcsolyáztam. Viszont 2019 elején ezt abba hagytam, és utána volt egy kis szünet, amikor igazából én magamat edzettem, futottam nagyon sokat, konditerembe jártam, de ez mégsem az volt, mint mondjuk egy szinkronkorcsai edzés. Viszont elkezdtem magamat fejleszteni, és utána néztem dolgoknak, és tudtam, hogy hogyan tudnék felkészülni, és hogyan tudnám fejleszteni azokat a területeket, amik hasznosak lesznek majd később kint a játékban. Bár ekkor még nem tudatosan, hiszen ez a jelentkezés, vagy az, hogy én szeretnék ebben a műsorban részt venni, igazából nagyon hirtelen történt, szóval nem volt rá ilyen tudatos készülés hónapokon, vagy akár éveken keresztül. De az nyilvánvaló, hogy fontos volt, hogy fitnek érezted magad, igen. És amikor már tematikusan készültél, ez egy másik dolog. De még mielőtt erről beszélnénk, az egyetemről is kell, hogy szó essék. Miként választottál hivatást magadnak? Ez érdekes. Nagyon-nagyon sok minden érdekelt középiskolában, és nagyon sokszor váltottam specializációt is. Voltam történelemfaktos, angol, francia, kémia, biológia, matek, mert egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy melyik irány érdekel, mert mindegyikből volt, ami tetszett. Úgyhogy ezért választottam talán a közgazdaságtan irányát, hiszen ez eléggé átfogó, és erre mindig szükség lesz, és jó, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte, mi történik a gazdaságban. Úgyhogy ezért esett a választásom a pénzügy számvitelszakra, amit nem bántam meg, viszont érzem, hogy talán nem is annyira az én pályám, hiszen annyira nem szeretném majd úgy tölteni a napjaimat, hogy egy irodában ülök és számolgatok, ami elég érdekesen hangzik, mert pontosan így képzeltem el eddig, hogy milyen jó lesz, hogy én nagyon-nagyon matematikai beállítottságú vagyok, és csak ez lebegett a szemem előtt, hogy számolás, hogy egész életemben csak a számok, ezt osztom azzal, azt adom össze, és most ez megváltozott. Tehát szigorú vagy önmagadhoz egyébként? Igen. Ilyen értelemben is? Igen, rettentően. Mert azt olvastam, hogy egyik oldalról, hát nyilván a külsődre nem kell nagyon sokat, de hogy is nem, azért tudom én, egy gyönyörűséges ifjú, hogy nek kell ezzel foglalkoznia, de amit belül érzel, tehát az érzéseidet, hogyan tudod párhuzamba állítani a tetteiddel? Fontos ez? Nagyon fontosnak tartom, és én úgy vagyok vele, hogyha valamiben belekezdek, akkor, hogyha a szívem kicsit másik irányt vesz útközben, vagy esetleg azt érzem, hogy mégsem szeretném befejezni, én mégis befejezem, mert tudom, hogy ez az első, és tudom, hogy az eszem azt mondja, hogy ez így helyes. Úgyhogy én mindenképpen szeretek így rendszerben élni, és vannak magammal szemben állított elvárások, és ezeket szeretem megugrani. Jó, hogy ezt mondod, mert sokan vannak, akik csak a lyukat látják a sajtban, nem látják az oda vezető utat, hogy mi hogyan készít fel a úgymond csupa nagybetűs életre. Megérkeztünk egy kicsit az exatlonhoz. Ez egy teljesen speciális. Ugye erre mondaná, hogy az egyik nagyon kedves barátom, volt barátom Somjú György, hogy ezt nem lehet úgy művelni, hogy akik kétségbe esetten mémelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág, mert erre fel kell készülni abszolút, mindenféle értelemben. A távolságra, a feladatra, a fizikai, a lelki, a szellemi kihívásokra, és így tovább. Tudatosan választottad magadnak? Láttál előtte exatlont? Vallom őszintén, sem az első, sem a második évadot nem néztem. Utólag nézegettem meg részeket, és igazából nem is amiatt jelentkeztem, hogy végigkövettem volna, és tetszett volna az, hogy emberekből mit hoz ki, vagy hogyan teljesítenek, hanem
az ismerőseim, a barátaim biztatására, mert ők mondták, hogy ki kéne próbálnom magamot, hiszen abban az időszakban nem volt verseny az életemben, nem volt semmi olyan új impulzus, ami megadta volna a löketet, vagy egyszerűen kitöltötte volna a napjaimat, úgyhogy ők javasolták, hogy ezzel ki tudnám tölteni az időmet, és milyen jól ki tudtam tölteni kint Dominikán. De a lényeg az, hogy igazából nem néztem előtte a műsort, és úgy mentem oda, hogy valóban tudom, hogy itt emberek futkosnak a pályákon, aztán dobálóznak a végén, és tudtam, hogy kicsivel összetettebb azért ennél, de úgy megtetszett így elsőre. Tudatosan készültél rá? Igen. Ez mit jelent? Tehát egyik oldalról nyilván edzettél. A másik oldalról pedig arra is fel kellett készülni, hogy mi vár rád kint egy teljesen új közegben, egy másik közösségben, ahol el kell fogadtatnod magad, ahol teljesíteni kell, hiszen azért valljuk meg, ezt teljesítménykényszer nélkül nem lehet csinálni egy ilyen fél évest, bár nem fél évig voltál, de azért tudjuk, hogy ugye ez december 28-án kezdődött, és június 6-án ért véget, tehát ez fél volt, akinek fél év. Igen. De azért hónapokat távol tölteni a családtól, a barátoktól, a megszokott életritmus, és megfelelni, mert itt a megfelelési kényszer az alapvetés. Én azt gondolom, hogy fizikálisan erre nagyon jól fel lehet készülni, és van, akinek mentálisan is sikerül, de amikor az ember ott áll, hogy még nincs a műsorban benne, és nem tudja, hogy mikor kapja a telefont, hogy mikor kell mennie, akkor kicsit úgy el van bizonytalanodva, hogy valóban hívni fogják, hogy valóban érdemes-e készülni, és én is úgy voltam vele, hogy követtem azt, hogy mi történik a műsorban, hogy ki hogy reagál, esetleges jövőbeli csapattársaimnak a reakciói, vagy hogy milyen feszültségek vannak a csapaton belül. Viszont nem tudtam nagyon mentálisan felkészülni rá, mert tudtam, hogy ott teljesen más körülmények vannak, és hogy erre az ember nem tud felkészülni, hogy majd mit fog kihozni belőle az, hogy a szeretteit nem látja heteken, akár hónapokon keresztül. Úgyhogy erre sajnos szerintem nem tud az ember készülni. Talán úgy tudtam volna magamat felkészíteni, hogyha van egy olyan személy, akivel erről nagyon sokat beszélgetek és megerősítést kapok, de erre megmondom őszintén, nem fordítottam nagy hangsúlyt, inkább a fizikai részére. Mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést, hogy a tiéd a pálya? Nem hittem el. Olyan régóta vártam rá, hogy akkor azt gondoltam, hogy valaki szórakozik velem. A második reakcióm, amikor tudatosult bennem, hogy valóban ez egy igazi hívás volt, akkor óriási öröm volt. Ilyet még soha nem éreztem. Talán a döntő napján, de az szerintem életem legjobb napja volt. Hát igen, a megízetlen íz, amikor megérkezik mégiscsak. Milyen volt a megérkezés? Hiszen azt a köznapi ember bármennyire is figyelemmel kíséri a tévén keresztül, hogy mi történik ott. Mi csak azt látjuk, hogy néha-néha egy-egy rövid interjú, egy kis sallang mellette, de csak a versenyeket látjuk. Milyen megérkezni? Felfoghatatlan. Legalábbis nekem az volt, mert annyi új impulzusért és annyi új élmény, annyi új arc, akik ismerősek voltak a tévéből, de most személyesen is látom őket, hogy egyszerűen fel sem tudtam fogni, hogy én ott vagyok. Kicsit olyan volt, mint az álomban. És emlékszem, az első futamom után arra gondoltam, hogy visszanéztem a pályára, és így a többiek arcán végignéztem, és az volt bennem, hogy ezt most álmodom, hogy ez nem lehet, hogy én itt vagyok. És azért jó pár napnak, talán egy hétnek is el kellett tenni, amíg úgy leülepedett bennem, és úgy éreztem, hogy jó, akkor most már tudok úgy koncentrálni magára a játékra, és arra, hogy mit kell itt teljesítenem, és nem csak úgy létezem, hogy jaj, de jó itt. Igen, tehát akkor te megtapasztaltad, hogy nem azok a meghatározó pillanatok az életünkben, amikor lélegzünk, hanem amikor elakad a lélegzetünk. Ez egy fontos, és ez számtalanszor előfordult. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy rendkívül fizikai teljesítmény, de technikailag is nagyon jó. Lehet egyáltalán erre felkészülni? Ráadásul egy olyan időjárási körülmények között, ami szokatlan egy európai embernek. Igen, azt gondoltam, hogy nagyon megterhelő lesz, hiszen én ráadásul a télből érkeztem oda ki Dominikára, viszont ez annyira nem zavart, a nagy páratartalom sem, meg a meleg sem. Viszont tényleg kicsit alábecsültem én is a technikai részt, és azt, hogy mennyire fontos az, hogy,
hogy felső dobással dobjuk, vagy alsó dobással, vagy hogy milyen eszköz van a kezünkben, annak mekkora a súlya, mekkora az átmérője. Mert azért az ember itt gyakorol itthon, dobálózik, én is vettem kis gyerekjátékot, kis karikákat, és a nappaliban dobáltam, de nem ugyanolyan. Ez rendkívül határozott személyiség vagy. Ez segített abban, hogy mielőbb beilleszkedj? Vagy azért el kellett tennie egy kis időnek ahhoz, hogy csapattá formálódjatok, hiszen azért érkeztek közben is versenyzők. Nekem igazából az volt szerintem a nehéz, hogy volt már egy kialakult kis csapat, és mi úgy érkeztünk be a többi társammal együtt, akik akkor érkeztünk, és ilyenkor az új csapatoknak eléggé nehéz elfogadtatni magukat, hiszen valakinek a helyére jöttek, aki az előző hetekben kiestek, vagy azoknak a helyére, akik az előző hetekben kiestek, és azért mégiscsak a csapatban van egy rossz érzés ilyenkor akarva, akaratlanul irányunkba, hiszen egy csapattársuktól megváltak, és cserébe jöttünk mi. És féltem, hogy ez majd befolyásolni fogja a beilleszkedésemet, de ez egy szerencsére egyáltalán nem így történt. Viszont én nagyon magamnak való lány voltam, és eléggé nehezen nyílok meg, nyíltam meg, mert most már azért sokkal könnyebben megy, úgyhogy emiatt is tartottam, hogy nehezebb lesz a beilleszkedés, de nagyon befogadóak voltak. Mi ezt úgy láttuk, kívülállóként mondom, aki azért mondom, a betekintést nyert jó néhányszor, hogy egy ilyen verseny olyan, mint a szerelem. Szenvedély nélkül nem lehet csinálni. Azt tudjuk, a langyosat kiköpi az úr. Tehát lekvárt nem láttam egyet se. Bocsánat ezért a jelző szerkezetet, de nem láttam olyan. Se lányt, se fiút. Ez fontos, hogy mindig határozott legyen valaki, még akkor is a kétségek gyötrik? Igen, én azt gondolom, hogy kifele is mutassuk azt, hogy határozottak vagyunk, de a még fontosabb az, hogy elhiggyük, hogy határozottak vagyunk, és meg tudjuk csinálni, hiszen ez a verseny 80%-ban szerintem mentális, és hogyha az ember nincsen rendben fejben, és nem hiszi el magáról, hogy képes megcsinálni az adott pályát, vagy az adott akadályt átugrani, vagy ledobni az utolsó totemet, akkor nincs esélye az illetőnek. Tehát az extremitásokat meg kell szokni. Igen. Illetve fejben feldolgozni. Voltak nehéz pillanataid? Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi lehetett, mik lettek a legnehezebb pillanataim, de igazából nagyon nem is volt. Talán megingásaim voltak, de az mindenkinek volt. Olyan, amikor fel akartam volna adni a játékot, vagy rettentő nagy honvágyam lett volna, olyan egyáltalán nem is volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez így alakult, és hogy ez a verseny belőlem nem azt hozta ki, hogy szomorú vagyok amiatt, hogy a szeretteimet nem látom, és hogy csak a negatív dolgokra koncentrálok, hanem azt, hogy élvezem, hogy ott vagyok. Nyilván a siker megerősített, és egyre inkább kiviláglott szép sorban. Viszont mielőtt a sikerről beszélnénk, köttetnek itt barátságok? Vagy valóban olyan komoly, mert hogy ez mentális kérdés elsősorban távol az otthontól, azért mindig mindenkinek szüksége van valakire nyilvánvaló. Tehát az, hogy van két csapat, a kihívók és a bajnokok, az egy dolog. De nyilván a csapatokon belül kell, hogy bizonyos értelemben lelkitársra lej. Valóban, én úgy mentem be a játékba, hogy én nem barátkozni jövök, hanem versenyezni. Viszont akarva akaratlanul az ember ilyenkor talál egy társat magának, vagy valakit, akivel meg tudja beszélni azokat a gondolatokat, amik gyötrik. Egy muszáj valaki oda bent, aki ugyanúgy látja, vagy hasonlóan látja a dolgokat, és meg tudja érteni azt, hogy mi zajlik az emberben. És nekem például ilyen volt Viktor, akivel eléggé hasonlóan láttuk a dolgokat, nagyon sokat beszélgettünk a napokról, a futamokról, hogy ő hogyan tudna fejlődni, hogy én hogyan tudnék fejlődni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tényleg bent, hogy még hogyha nem is olyan mély beszélgetések, de legalább az, hogy váltsunk egy pár szót egymással, mert mégiscsak össze vagyunk zárva, és csapattársak vagyunk, és nem lehet azt megcsinálni, hogy bemegyünk egy játékba, és egyéni játékot játszunk, amikor ez egy csapatverseny, és nem beszélünk senkivel. Mi történik akkor, amikor a csapatversenyből már egyéni, amikor kiderül, hogy valaki eljutott arra a szintre, hogy most már bizonyosan a végső győzelemért küzdhet? Nekem a te lelkedben mi történt? Hát nekem nagyon nehéz volt az átállás. Rettentően boldog voltam, hogy eljutottam az egyéni szakaszig, de
De egyszerűen nem tudtam azt a helyzetet megszokni ott hirtelen, hogy egyik nap csapatverseny, a csapatért küzdök azért, hogy minél hamarabb elérjük a 10 pontot, és ne menjen tőlünk haza senki, vagy a villába kerüljünk, vagy elmenjünk egy élményre. A következő nap meg már csak magamért futok, és a többieket le kell győznöm, akik addig a csapattársaim voltak. És emiatt én az első napokban úgy bizonytalan is voltam, meg kicsit úgy nem is tudtam komolyan venni, mert annyira új volt a helyzet, hogy azt gondoltam, hogy én ehhez nem tudok alkalmazkodni. És ez volt a rossz, hogy a fejemben tényleg ez volt ott, hogy én nem tudok ehhez alkalmazkodni, de kéne, és hogy minél hamarabb fel kéne venni az egyéni szakasz ritmusát, de nem megy. És ezek a negatív gondolatok voltak azok, amik rossz irányba befolyásoltak akkor. Mi segített át a párbajok előtt a negatív gondolatokon? Azt tudtad, hogy felkészült vagy, fizikailag bírni fogod, össze tudod szedni magad, ha úgy tetszik, a pályát már ismertet helyjel közel nyilvánvaló, mert ott azért másként működött a történet. Mi az, ami átsegített ezeken a krízis helyzeteken? A hit. Az önmagamba vetett hit. Igazából tudtam, hogy csak ennek kell sikerülnie, hogy elhiszem magamra, hogy meg tudom csinálni, és nem csak mutatom a többieknek, hogy én elhiszem, hogy meg tudom csinálni, hanem én is elhiszem, mert tudtam, hogy ők bíznak bennem, és hogy annyi sok pozitív szót kaptam már tőlük, és annyi biztatást, hogy ha ezek nem segítenek, akkor semmi nem fog, és tényleg csak önmagamnak kellett elhinnem. Ugye nagyon sokan azt mondták, hogy miért van így, hogy kihívók és bajnokok, amikor a bajnokok valóban, a kihívók pedig másik közegből érkeztek. Tehát jó volt kihívónak lenni? Igen. Én, ugye van országos bajnoki címem. Igen, ezáltal... hát erről beszélek, hogy nem is értettem, hogy miért kihívó vagy, és miért nem bajnok, de hát bajnok vagy, mint tudjuk. Igen. Viszont nagyon örültem, hogy kihívó lettem, mert az a csapat, ami ott fogadott engem, és akikkel végigcsináltam ezt az egészet, én nem nagyon cserélném el másik emberekre. Úgyhogy a csapat miatt mindenképp nem. Egyszer, ugye azt mondtad a második párbaj után, hogy akkor gondoltad először úgy, hogy talán meg is nyerheted. Hogy készültél a döntőre, mindent eldöntő párbajra? Hogyan segítettek ebben? Azért tudom, hogy segítettek a Gerencsér Tim és a Palik Laci is, nem különben. De a társaid, mi zajlik le egy fejben, hiszen ne feledjük, ne legyünk álszentek, azért itt már a 15 millió forint sorsa volt a tét többek között, mert az ország szeretete az már így is úgy is a tiétek volt. Hát igazából nem lebegett a szemem előtt a pénz, és rendben mindenki ezt mondaná, de tényleg abban a helyzetben az ember szerintem nem tudom másokból mit hoz ki, de belőlem mindenképpen azt hozta ki, hogy én csak meg akarom nyerni a következő futamot. És mindig ezt mondogattam minden egyes futamom előtt, hogy ezt meg kell nyernem, ezt a futamot. És nem számoltam, hogy most hányra nyerek, vagy 5-2-re állok, vagy 4-2-re, vagy hogy hol vagyunk pontokban, csak az tényleg azt néztem, hogyha ezt most megnyerem, azt a karikát rádobom, akkor jó vagyok. És tényleg futamról futamra éltem, és igazából ott már a külső ingerek, az, hogy kívülről kitámogatott, és kitámogatta az ellenfelemet, nekem nem is számított, mert úgy érzem, hogy eljutottam arra a szintre, hogy csak magamra koncentráltam, csak a pályára, csak az ügyességére, és szerintem nekem ez kellett a nyeréshez, hogy tényleg ki tudjak zárni abszolút mindent, és csak magamban lenni, és arra koncentrálni, hogy nyerjek. Ez volt az újongó nagy öröm. Utána? Igen, akkor kitört belőlem minden, mert azért ilyenkor az ember, amikor egy fókuszba bekerül, akkor nem nagyon érzékeli azt, hogy mi történik körülötte, legalábbis én így éltem meg a dolgokat, hogy aznap szinte semmi nem jött be. Egy pár szót hallottam a pálya mentén, de ilyenkor óriási feszültség van az emberben, ami végig gyülemlik, és akkor az úgy csak úgy kitört belőlem. Jogosan, én azt gondolom. A megérkezés. Hazaérkeztetek, nyilván azért barátságok is kötöttek kint, és ezek folytatódnak. Viszont a megérkezés ilyenkor milyen hazajönni ennyi idő után? A nyár kellős közepén, mert hogy gyorsan volt a júniusban is már nyár. Igen. Kicsit féltem hazajönni, és találkozni a szeretteimmel, hiszen olyan régen láttam őket. Nyilván nagyon-nagyon boldog voltam, hogy újra láthatom őket, de volt bennem egy olyan érzés, hogy azért elég sok idő eltelt nélkülem.
vagy anélkül, hogy láttuk volna egymást, és azért vannak ilyenkor az emberben kérdőjelek, hiszen semmit nem tud az itthoniakról. Ugye nem telefonáltunk, nem volt nálunk semmilyen eszköz, és kicsit szomorú is voltam amiatt, hogy vége van a játéknak, mert én még folytattam volna. Nagyon olyan érzésem volt, mintha lezáratlan lett volna, mert úgy éreztem, hogy kezdek belejönni a játékba valóban, és hogy rájöttem, hogy nekem mi az, ami átkattant a fejemben, és hogy hogyan tudnék még jobban teljesíteni, és még fejlődni, mert én végig a játékosan azt néztem, hogy hogyan tudnék fejlődni napról napra, és most azt éreztem, hogy megindult egy olyan folyamat, amit akár tovább lehetne vinni, és akkor vége lett. De már nincs hova. A csomagunkban 8848, az exatlonban is a győztes párbaj után vége a történetnek, már nincs kit legyőzni. Önmagadat is sikerült, én azt gondolom, és ehhez mi gratulálunk. Mielőtt majd a szememre hányak, hogy miért nem beszélünk a nyereményről, a 15 millió forintról, olvastam, hogy még nem döntöttél véglegesen, ezért nem kérdeztem meg. Viszont nagyon jó, hogy székesfehérváriként tetted azt, amit tettél, és mi mást kívánhatnék minden székesfehérvári és minden fiatal vagy kevésbé fiatal ember nevében, hogy próbálják meg ugyanúgy tudatosan átélni a sikert, és próbáljanak meg tenni a sikerhez vezető úton annyit, mint te magad, hiszen most a tiéd a példa, példa vagy és példakép. Köszönöm. Én köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták, vendégem pedig Szente Gréta volt, az Exatlon 2021 női győztese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!